Sziasztok, srácok! Sziasztok! Vendég van. Böngésző, különleges böngésző. Most nem Kickstarter-t nézünk, és nem paklikat nézünk. Most egy egészen új dolgot találtam, amit most így Fannival közösen fogunk. Meglátjuk, hogy misül ki belőle. Ez ilyen kütyüs weboldalnak. Igen, ez néz ki, így első ránézésre. Ez a GearBest. Valahol őszintén egy picit nézegettem már ezt a GearBestet, és ez valami olyasmiről szól, legalábbis nekem az esett le, hogy bárkinek, akinek van egy hülye ötlete, és bármely kínai gyár, amelyik ezt a hülye ötletet hajlandó legyártani, azt legyártják, és itt meg lehet venni. Szóval van itt minden. Itt minden, tehát nekem ez esett le. Nem tudom. És most arra gondoltunk, hogy látjátok, van itt ez a cool kategória, és cool, igen, és így közösen megnézzük, hogy mi számít itt ezen az oldalon coolnak. Ja, nézzük. Ja, rá is kattintunk, és akkor tulajdonképpen az lesz, hogy hát így görgetünk, és amit nagyon coolnak látunk, azt még közelebbről is megnézzük. Na, hát kezdjük is. Igen, ez rögtön már ez nem semmi, már igen. Ez itt mi? Ez elsőre egy okos óra, de nem igen, tudom. De ez a kutyus, azért az nagyon ott van. Ez kütyű lenne? Nem. Ez nem, ez cool. Ja, értem. Ez a cool. Mert látod, a coolon belül is vannak kategóriák. Ilyen... Fashion, cute, mama, minden. De ez most így az általános cool. Ez általános cool. Star, itt a kis Millennium Falcon. Ó, wow. Aktuális. Ez lesz egy meglepő videós, srácok. Star Wars. Ez itt mit csinál, nézd? 0,77 dollár? Az mi lehet? Erre rámegyünk. Colorful Finger Toy LED Battery. Nem már, ez valami... Mit csinál? Ez... azért ez a fej... Spiccen, figyelj! Ez egy előadó művész? Hát, mondjuk, az kétlen. Nézd? Ja, figyelj! Ezt nem mondod. Gyűrűt felvetsz, ledes, és akkor... És akkor ez gyűrű? Ez ilyen gyűrű, ja. Aztán. És akkor fölveszed, és akkor... Olyan, úgy néz ki, mint a netkábel vége. Ja, tényleg. Igen. Kicsit. Nem, ezek itt az elemek, nézd. Három ilyen lapos elem, vagy mi az Isten, látod? Ja, tényleg. Ja, gombelem lapos. A lapos meg a gombelem. Mindegy, gombelem. Hát mondjuk, hogy hasonló, igen. Ja. Na, hát ez azért nem semmi. Ez durva, ez ott van a spicene. Ezt használhatnád te is a színpadon. És ilyen fejet vágni. Ez tök jó lenne. Ezt tuti. Ja. Hát ez nagyon kemény, faint. Nagyon kemény. Na jó, köszönjük. Hát ilyet biztos veszünk. Azért ne vigyünk túlzásba a dolgot. Ez hát jó kontroller, valami utángyártott. Ez valami... Ez mi az Isten? Úgy néz ki, mint egy régi menedzser kalkulátor. Ja, valami kis USB cucc van hozzá. Várjatok, mi USB ez cucc? Vajon? Ja, ez ilyen mindenhez hozzá csatlakoztatható keyboard. Ja. Litium-ionos aksival, trackpaddel, meg mindennel egyetemben. Ilyen univerzális. Univerzális, igen, univerzális. Hát itt van mobilhoz, ja. PCS, Xbox, PS3. Ilyen kis hordozható, minden kis praktikus. Ja, nagyon, nagyon szeret. Na, mi van itt? Koponyás pohár, tehát ha betöltöd a piát, akkor ilyen koponya formája van. Na, koponyás tojás sütő. De figyelj, milyen jó pofa a szalonnával, ugye a kis... Ja, azt azért oda tették, ja. Így poénban. Hát ez a lebegő izé, földgömb. Ja, ez ilyet láttam már szerintem. Ilyen van is ez nekem, ilyen... otthon. Neked is otthon van? Van, igen, van egy ilyen. Ez különben jó pofa, csak hát igen. Amúgy, tehát tényleg lebeg, tök jó. Igen. Tök jó. Ez valami, berakod a telefont, és így nézheted. Olyan kicsit ilyen... Melyik? Ez. Ez ilyen kicsit ilyen, ez ilyen karton Oculus 3D VR szemüveg. Kartonból? Meg gumiszallag. Vigyed. Ez... Ott a gumitartja, meg a kis tépőzár. Úristen. És akkor ezt belerakod, és akkor itt vannak ilyen, látod? Ilyen. Hát ez nagyon jó. Milyen kényes. Nézd meg ezt a szivacs berakást. Ez a kivitelezés, ez milyen, nagyon profi. Milyen, nagyon. Meg itt ezek a gumikarikák, ezek nagyon tök tetszenek jó, tök rajta. Figyeld, azért $1.32. Azért, hát, tehát a kartont igen. Legyártani nem. Igen. Lakat, átlátszó lakat, jó. Ja, a dizájn lakat. Valami toll, ez nem tudom. Ez mi az Isten?
Ez jó, ez egy óra számlap nélkül. Ez király, ez. Óra számlap nélkül. Szőróra bőrperc. 9 dolcsiért. De. Ez mi itt van valami. De tényleg az. Várjál, van valami videó. Ez oké, okay, hogy itt van ez a... Ez, okay, ez rendben ez okay. A szíjak. Hát ez azért tényleg kemény. És nézd, valamit bele lehet rakni. De mit? Nem, nem tudom. Akármit? Bármit? Képet? Hát egy pendrive-ot. Belefér. Az még poén is lenne külön, lehet, nem? Lehet, hogy külön lehet valamit kapni hozzá. Mert itt van egy ilyen flash videó, most ezt nem indítom el azért se, de... Hát ez nagyon érdekes. Mi ez a három... három pöttyit rajta. Igen, az miért van? Leader Watch Band, Anti-Lose Design, Struffer, Siam... Aha, ez valami Xiaomi Mi Band, valami, nem tudom, valamihez valami, szerintem lépésszám, vagy valami fitness cucc lehet. Ja, ahhoz ilyen kiegészítő. Jó, mindegy, ez nem derül ki. Fejhallgató. De nézd, ott is van egy zöldve egyébként, ott alatta. Oh-ol. Illetve ott, ja, itt ez, aha. Ott, aha. Na ez is valami, ez meg a sportkivitel. Csak ez, igen. Ez a sportband. Mm-hmm. Ez mi? Ő, nem is látom így. Majd kinagyítva. 5 dolcsiért. Várjál? Valami hiába rakható. Várjál? Hű. Ez valami sebészeti eszköz? Nem. Ezt hova dugod? De most komolyan mi ez? És valami elemes. Aha. Ja, hogy így rá lehet tenni a... Figyelj, nagyon ötletes, berakod, flakonra, elemes, és a poharat... És akkor így lövi ki a piát. Ha poharat neki nyomod, tudod, mint az IKEA. Tehát így kinyomod az, a... Vagy a... Hát az ilyen italautomatás. Az a legjobb, amikor a fejedre megy az egész, és meg ez a sugár, tehát ezt még becélzod. Igen, igen, az, ez tehát az. Gondold el, valaki vízszintesen tartja a poharat, és így vúj, mögötte így megszólja. Tehát a földre is megy, meg a szemedbe is, tehát ez tök jó, ez ilyen több funkciós. Ja, hát nagyon, figyelj. Haladni kell igen, a korral. Haladni kell a korral. Ezt azért becélózni tényleg azért nem lehet semmi. Haladni kell a korral, látod? Figyeld, ott a gyerek is mit csinál. Ja, hogy benn van a hűtőbe, a tej, figyeld, ja, oda nyomja a műzlis izét, és akkor nyomja ki. Tök jó. Mondjuk ja. Ide be tudja célozni egy ekkora tálba. Ott még esetleg igen. Még talán. Tehát gyerek nem tudja kiönteni a dobozból a tejet. Nem. Az már nem olyan modern. Ez, ja, mondjuk ez, igaz. Az már, a gig az már elavult kell, szerintem. Igen. Tessék, halálcsillagos jégkocka csináló. Na igen. Jégkocka, nagyon jó pofa. Fejhallgató. Ez is valami, na ez meg fejjel lefelé tartod az üveget, tehát belerakod a izét, az üveget, és akkor ez ilyen adagoló. Ja, ilyen csapszerű. Ilyen csapszerű. Mint ja. A sör. Nagyon, aha, ilyen. Sörcsap, csak kólacsap vagy. Figyeld. Great, drink at all times, just need a gentle press. Ah, bármikor ihatom, nagyon jó. Az lenne jó, hogyha a falba lenne, nem? Beépítve. Ja, igen. Neked kéne ilyen, nem? Ja, iszok. Amennyit iszol. Fülhallgatók, ez itt mi? Ja, ez csak ilyen a kocsiba, ilyen szellőzőre rárakható. Ja, ez a kis mobil. És akkor ilyen mágneses, gondolom. Igen. Árulnak $355 laptop. Windows 10. Úgy tűnik. Mit tudhat ez? Nem akarom megtudni. Flash sale price $299, tehát és a regular price $487. Igen, igen, igen. És hát itt lehet látni. Ó, ez ilyen kis pici. De aha. Jó, és akkor ó, van ebben minden. Aj, nagyon jó. Hát akkor ennek talán az a lényege, hogy kicsi, ez is fordozható. Aki akarja, ezt merevítse ki. Táblagép helyett? Vagy? Ja, merevítse ki, és izét. Igen. Azért egy ilyet letesztelni. Ó. Hát... nem. Igen. VR Janiéknak odaadnék egy ilyet, hogy teszteljék le. Mit mondanának róla? Egy ilyen. Azért kíváncsi lennék, mit mondanának róla, hát nem? Igen, mondjuk kicsi lenne nekik a képernyő szerintem. Hát nem a képernyő, csak úgy alapból, hogy mit gondolnak róla. Hát igen. Azért megnéznék egy ilyet. Uh-huh. Lehet, hogy feltözvágnák 2 percet. Ja, igen, meddig bírnák, az lenne a teszt lényege. Ez mi? Nyomtató. Nyomtató. Hát így első látásra, nem? Első látásra, de nem. Jaj, mi ez? Jaj, ez ilyen nem, kézi, ez valami kézi konyhai. Ilyen hegesztő, ilyen kézi hegesztő. Jaj, az olyan ott van neked van, is, nem? Van, igen, ilyen kis kézi csak hegesztő. Neked, nem igen. Tudom, neked ilyen hosszúkás. Igen, igen, ez ilyen kézi hegesztő. Ez ilyen kézi fólia, kézi fólia hegesztő. Neked igen. Nagyobb van. Kézi fólia hegesztő.
Na, menjünk tovább. Van itt világító csillagizé. Ó, rohamosztagos, világít. Világító rohamosztagos, izé, egyedi dizájnos 64 gigás mikro SD kártya. Mm. Ez valami nagyon atom, az... atom gamer izé, keyboard. Valami nagyon, ja, nagyon... Hú. Hát... De jó ég! Asztalon! Ez kicsit se idegesítő. Ez... ez azért olyan durva. Hát ezt hívom én ízlésficamnak. Hát enyhe kifejezés. És ez, amikor csinálták, figyelj gyerekek, csináljunk egy nagyon brutál keyboardot, villámok. Hát az sikerült. Meg, tehát... Legyen villám, meg minden. Ez durva. És ilyet rég láttam. Mire nyomsz itt, tudod, ez a... Igen. Azt a ez azért durva. Ez, júj, ne. De a média gombokon nincsen villám. Tehát... Mi nincs rajta? Hát villám. Ja. Hát nincs. Hát ez így milyen már? Ez így már nem is kell. Azon nincs villám. Hát tehát amikor az e-mailre nyomok, nincs. Akkor nincs rajta villám. Hát, hát az már nem kell. Fúj. Hát ez így már nem is jó. Fúj. Akkor ez nem kell, fúj. Szerintem. Köszönjük. Fúj. Igen. Na, jó. Millennium Falconos sörbontó. Ó, telefonra applikálható izé. Teleszkóp gépágyú. Ja. Az jó. Jaj, ez bögre, jó. Ez izés. Ismerős. Mi ez? Fotós bögre. Ez jó pofa. Kis mini drón. És nagyon extra lovas, szivárványt hányó. Szivárványos lovas. Szivárványt hányó lovas kapucnis pulcsi. Hű, ez azért nem semmi. Ez gyerekek, szerintem, hogyha ki tudom nagyítani a képet, ez, igen, ez a... Hú, ez az, a előről hátulról? Ez az újra gondolt csillámfaszláma, vagy hát az. Csillámfaszló. Vagy nem. És ráadásul egy unikorn is, ha jól látom. Unikorn is, igen. Hű. Hú, ez másnapos, ez aló elég keményen, nem? Igen, aki ezt megveszi, hátul, szerintem az is másnapos. Elől-hátul nyomja. Ú, de kemény, ez nagyon ott van. Hú, 18-as karika lesz az. A videó. Ez mi? Hát... Ez valami elemlámpa lehet? Elemlámpa, colorful, hát biztos valami ledes cucc. LED, light, igen, valami light. Aha, cucc. Ez csak világít szerintem. Wireless-esen világít. Ez csak színesen világít. Aha. Talán. Tök jó. Hát ez kell. Igen. Ez kell. Ezek hasznos dolgok. Az arcom, ez, figyeld, oda. Ja, ilyen hangulatlámpa. Aha, lerakod a homokba, és világít, meg a sátorba, és világít. Hát végül is a sátorban mondjuk nem rossz, igen. Mert de így tud világítani ilyen több színben, nem tud egy színben? Ez egy jó kérdés. Mert hogyha így világít, mondjuk attól idegrohamot kapnék, hogyha ilyen csak így mondjuk tudna világítani. Mondjuk itt a képeken csak több színben látjuk. Hát, csak így világítja el a sátor, hát azt hagyjuk. Diszkós sátor. Injekciós tű. Toll. Ez toll. Szerintem ez toll. Na, ott látom a rugót benne. Ja, akkor igen. Aha, pen. Ja, igen. Tök jó. Ez jó pofa. Ez király. Ez jó. Orvostan hallgatóknak. Ja, igen. És akkor nyomom be magamnak a kék folyadékot. Ja, csak toll. Ez jó. Ez jó. Ez tetszik. Ez jó, ez tényleg jó. Ez is jó, figyeld. Ez meg te a filter. Ja, ja. És akkor mint, hogyha medencében. Jó, hogy beleessek. Cizél a medencében. Aha. Ez mi? Valami Jack dugónak néz ki. Aha. De mi a... Mibe? Vagy hova? Vagy az ilyen Jack ékszer? Vagy Smart Quick Button? És ha megnyomod, mi van? Nem tudom. Igen, azt oda bele kell tenni. Igen, ez Jack dugó, de meg lehet nyomni? Vagy mit csinál? Plugin? Nézd meg, több színben van. De ezek, nem tudom, ezek a fehér. Tehát, ez igen, ilyen tároló? A tároló, vagy igen. Tehát ez egyszínű, de csak a tároló. Csak az a lényeg, hogy tároló. Igen, és akkor itt vannak a device-ok. És akkor mit tud? Super quick shortcut, képvelni, smashing, tévedsz. Igen. Aha. Mm. Ja, berakod. Igen. A izébe, és konfigurálhatod, hogy mit tudom én, hogyha megnyomod gyorsan, akkor kedvenc appodat elindítja. Vagy valami jó, funkciót. Jó, értem. Tehát ez ilyen gyors gomb. Hát gratulálok. Hú, ez egy kicsit durva volt, igen. Ez a gratulálok. Nem biztos, hogy rájöttem volna egyedül, hogy mire való. Micsoda óra ez. És ez mi? Vízi pipa, vagy mi? Order water straw porti... Aha, egy vied, egy kültéri... Szívószál? Nem, ez ilyen szűrőcúcs. Vízszűrő? Valami, nem valami szűrőcúcs. Nem mondod, hogy olyan. Filter.
Megszűri a vizet neked, hogyha... Na, nem tudom. Mit tudom én, miből iszol? Nem. Hát a gyúj... Né, oh, de! Bear Grylls. Bear Grylls. És szerinted ilyenkor nem kell felforralni a vizet, hanem csak úgy ihat bármilyen pocsolyából? Hát mondjuk a 12 dollárért nem tudom, hogy bevállalnám-e. Hú, hát ez az. A 12 dollár. Azért nem hiszem, hogy ez figyelj, így a papi azért bevállalta. Hát a képen. Ez, nézd. Fogja, na kihajol. Persze, olyan vízből is lehet inni, mint az ott lent. Hú, nem tudom, hogy bevállalnám-e. Hát én biztos nem. Nem, ez szerintem. Nem vállalnám azt, ami utána következne. Jó. Tehát az... Mert ilyen tudom, hogy létezik ilyen szűrő dolog, de nem de 12 ez, dollárért. De ez nem... Azért nem 12 hát dollárért nem. Talán. Igen. Na, nézd, ilyen kis bánás fogpiszkáló tartó, hogy jön ki belőle a víz olyan, mint a fújnál ki a vizet. Ez aranyos. Star Wars bögre. Ha hideg, akkor nincsenek kint a fénykardok, ha meleg, kint vannak a fénykardok. Jó. Na, ez egy jó kis ergonomikus egér. Ó, ez kényelmes? Nem hiszem. Hát ez milyen jó lehet tolni, nem? Ezzel a lábbal. Igen. Ez jó lehet tolni. Nagyon dizájnos, de... Ez fura. Mi? Make stuffed burgers like a pro. Ez ilyen hamburger készítő cucc. Tehát belerakod, nézd, figyeld, várjál. Ó, ja, várjál, nézd, aha, a húst belerakod, így a húst, abba igen, a cuccokat, és nézd, és... a húst belsej lesz, megtöltve. Jaj, töltött hambi hús. Aha, töltött hambi, és akkor összenyomod, és akkor úgy, figyeld. Azt stuff it, seal it, és összenyomod, és összepréseled, és akkor bármit beleraksz a hamburger húsba. Sajtót, vagy bármilyen tölteléket. És akkor benyomják ide a KFC-s burgert. Jó, ez tényleg az. És akkor benyomod, összepréseled, wow. Hát már is éhes lett. Én is. Burger, jó van. Na, ez biciklire ilyen izé, ilyen világító kerék, Bear Grylls-es tűzkő, ilyenünk van? Az van, ilyenünk van, de egyébként az jó. Ez tök már ami neked van, az jó. Kempingbe használ. Hát igen. Az enyém az Bear Grylls-es. Az azért, igen, az Bear Grylls-es. Ne viccelj. Csak is. Az tök jó egyébként. Majd... Na, akik esetleg kempingeznek, annak ja, tényleg tudjuk kempinghez javasolni. Mert használtuk kempinghez. Használtuk igen, is, használtuk. Ja, tök jó. És rácok, hiába kérnétek, nem csinálok Bear Grylls túlélő videót, amikor kimegyek és kivágom magam az erdőbe, vagy valahova, és ott hagynak, és nem csinálunk ilyet. Ez valami okosóra, valami vacsutázat. Ez mi? Na, tippelj, ez mi? Ez a 62%-om. Jó, jó. Jó, jó? Ez mi lehet? Nem tudom. Ja nem, fülbigyó. Wireless-es, bluetooth-os fül... De ki van nagyon nagyítva, és azért néztem, jó-jó hát azért vonak. Alapból elég nagy az. Mondjuk elég nagy, igen. Ilyen fültágító? Figyeld, a gyerekbe benyomod. Ez kényelmes lehet, tehát ennek mennyi lehet, tehát a súlya mekkora lehet, mert ekkora be van dugva, igen, és nem... Igen, az van nem bedugva, és nem esik ki. Igen. Van több dizájn, ez a bakelit style. Hát igen, ez... Ekkora, mondjuk ott mutatja, hogy mekkora, de ja, a van, fülekben ultra, a nagynak nézik. Ultra light. Csak 3 grammos. Csak 3 gram. Ja, ultra light. 3 grammos. És hát, azért egyet? Tudunk ennél kisebbet is. Szóval... Van egy nagyon, az nagyon van jó. Egy jó, nagyon jó ami, van egy nagyon jó, ami a iszi, tényleg nagyon az, jó. Cessen, mindegy, cessnek szoktam mondani. De az tényleg jó, és még szép is meg. Tehát az jó. Hát ez már ez szinte megszokott dolog. Így van. 3D-s kép, figyeld, a dinó kijön. Ó, úristen, és az ágy fölé, az szerintem az ágy fölé. Szerintem az ágy fölé kijön. Na, éjszaka ez. 3 dollárért, veszek neked 3 dollárért egy gyerek. Ne viccelj meg. Az de jó. Ez szerintem csak egy sima kép, tehát ez szerintem csak izé, nem ló ki 3D-be, ez csak rá van ragasztva a falra szerintem. Biztos, hát nem hiszem, hogy kilógna. Na jó, persze. Tehát csak de rá még van, akkor is elég. Rá van ragasztva a falra. Ilyet a földön? Elég beteg. Ja. Figyeld, a padlóra egy ilyet kinyomok. A nyúlnak se tetszik. Nem. Nem, tetszik nem szereti a dínókat. Nem szereti a dínókat. Nem, na, nézzük, az... mik vannak még itt. Hát, lapát és vasvilla. Ja, ebbe csak a dizájn a poén, nem? Igen. Igen. Ilyet gyártok neked, nem kell venni. Fürdő kilépő, véres lábnyom. Ja. Véres lábnyomos fürdő hát kilépő. Hát ilyet bármi. Mondom, megvágom a talpam, kilépek, simán. Kész, ennyi. Ennyi. Mi is eladhatnánk? De ez mondjuk durva 10 dollárért. 10 dollárért eladjuk. Azért megnézném azokat, akik ilyeneket vesznek különben. Tehát figyelj, az a dizájn érzék, ami... Erre most rámegyünk. De most komolyan. Erre rámegyünk. Ez biztos, tudod, ilyen izék, biztos vesznek ilyen haveroknak, tudod, ilyen vicces, ilyen de nagyon vicces. De ez az az ajándék, amit sose fog kitenni.
Hát valószínű. Max Instagramra egyszer benyomja, igen. Facebookra. Srácok, kommentbe írjátok meg, ti kiraknátok egy ilyet? Így van. Kiraknátok egy ilyet? Azért, mert nem, azt, épp azt akartam nézni, nézd meg, azért igaz, hogy egy customer review 5. Fits in the bathroom. Ah. Hát, igen. Looks, ah. Not what you see is what you get. Ez hát, az ilyen kínai dolgoknál elő szokott fordulni. Ez tipikus egyébként, persze. Ez a legegyszerűbb. Tudjuk ajánlani Good Like-nak az öltözős videóit, a ruhavásárlós videóit. Ja. Az a pólót nem semmi alul, most így hirtelen megfogott. Ez az, jó. Igen. Ez ott van a spiccen. Egy ilyet venni kell, ne? Ez azért nem semmi. Mész az utcán. Ez nagyon jó, már majdnem csúnyát mondtam. Ez nagyon jó. Figyelj, ez több kép nem is kell, ennyi. 6 dollár. Ebből a manuszból kinyomták a szusz. 6 dollár, tök jó. Nagyon poén. Igen. Ez nem tudom, ez micsoda. Valami csíp, szerintem ez ilyen kulcs csipogó, megtaláló, vagy, tehát, ja, nem, vagy egy telefon megtaláló. Uh-huh. Jaj, nézd, milyen kis aranyos ez a bólogatós kocsiba. Jaj, tudod, igen, rajongóknak. Telefon háttértok, tehát így folyik benne a cucc. Ilyen boros üveg. Ja, aha, ne? És tényleg folyik is? Aha. Hát gondolom így jobbra-balra, hogyha döntöd, ja, akkor. Ja, és akkor így, aha. Ja. Hát igen, ó, banán szeletelő. Jaj, hát erről van egy videód. Igen, lézerkarddal, hogy igen, szeletem a banánt. Igen, az milyen jó kis ja. videó lett. Hát, ez egyszerűbb egy kicsit. Jó, de az viszont meg trükkös. Jó, igen, az tény, az tény. Ahhoz nem kell kibontani a banánt. Nem. Ez milyen nézd? Ez a... Ez tök poén. Ez mi, hogy néz ki már? Ekkora, milyen tartó. Ez meg ilyen kis kihajtható ledes cucc. Ez tudom, ez a vízben van ilyen, ilyen mágnesezhető vasszeszerék, és ha mágnest így húzogatod, akkor ilyen alakzatokat ja, ad aha, ki. Tehát aha. Ez ilyen... Hát ezt mi is meg tudjuk csinálni. Van itt nekem ilyen folyadékom különben. Ez ilyen ez a... Ez biztos, magnetic, lehet, hogy ismeritek magnetic is. Fluid ilyen, és ez akkor mágnesről ezért nem nagy cucc. Jó. Na ez mi? Takarító papucs? Nem tudom. Aha, valami polishing, dusting praktikát. Eskü az. Meg felveszed. Hát csak a felületéről gondoltam, mert... Felveszed és végigjárod a lakást. Aha. Tehát... Nem na, lesz, hát megvan oldva a takarítás. Jó, felrakod és csak végig. Csak járkálni kell. Figyelj, 2 cent is... kukacokkal. Uh-huh. Tehát az fontos, hogy 2 centis. Igen. Mert ha... Amúgy viccen kívül ez a törlő, vannak ilyen törlők, lehet kapni ilyet, azért ismertem fel különben, kézre felvehető, tehát nem lábra, kézre, és akkor azzal tudod így a tévét például. Egyébként nem rossz, de lábra még így nem jutott eszembe nekem legalábbis. Figyelj, most nem mindegy, hogy megtaposod a tévét. Meg is taposodod. Igen. Jó, lerakod hát, a földre, lefekteted, és akkor rálász. De én ilyen vendégvárónak is el tudom képzelni. Jó, tudod, hogy nem kell levenni a cipőt, de ezt húz rá a cipődre, és akkor... Mire végigmegy a izé, a lakáson, addig a feltakarítja. Így van, addig nagyon jó. És nem lesz koszos. Igen, ez nagyon nézd, ez figyeld, ilyen USB, R2D2. Ez meg pókemberes valami. Ja, ilyen kis tapadókorong üvegre. De lehet, de nem tudom, hogy ez van, vagy csak úgy oda tapad, vagy ennek van valami értelme is. Hát, egy dolog. Nem, ez csak oda tapad. Ez van csak feketébe. Ilyen tipitap is. Tipitapi dino. Az. A kocsimban van ilyen, csak... Milyen kis cuki, nem? Az gyík, vagy mi van nálam? És forgatható a feje. Igen. Gyík, igen. Feje forgatható. Na, ez olyan. Feje forgatható. Nagyon kedves, nagyon kedves. Kamera? Ez... Valami kis paket kamera? Full HD, és figyelj, 1080p. Ez kamera? Full HD car kamera. Ilyen kis picike. Autós. Igen, autós. És akkor itt vannak rajta a gombok. Nagyon kedves. Hát ezt mi már megoldottuk. Figyeld, ide fölrakod, vagy ide, vagy a sapkád, tök jó. Uh-huh. Milyen jó képe lehet ennek, nem? És milyen lett a hang? Hát az a hangot nem. Tehát csak az... kép. Ja, nem. Biztos YouTube-on van róla videó, hogy milyen. Hát... Ez, figyeld, ez... Az, várjál, melyik? Ez meg... ruha összehajtogató eszköz. Mi? Tehát berakod a ruhát, így rárakod a ruhát, a pólót, igen, és utána behajtod, itt behajtod ott, tehát így összehajtod, tehát ide rakod a ruhát, két oldalt behajtod, és akkor össze van hajtva az ink. Azta, ez azért...
Össze van hajtva az ink, nem? Nem? Úristen! Nem? Szerinted hány óráig tartana, mire ezzel összehajtogatnám a pólókat, ingeket? Aglegények? Szerintem ez több időbe telik. Az biztos. De látod, erre is van igény. Meg erre? Sellő. Sellő takaró? Sellő. Bebújsz, mondjuk mint a hálózsák. Mondjuk az egyébként, nekem eléggé fázós a lábam, szóval. Nekem viszont fóbiám van. Én nem szeretem, hogyha bedugnám ide a lábamat, bedugnám a lábamat, és nem tudnám mozdítani. Mm-hmm. Mondjuk sokáig én sem bírnám ki. Tehát én nem bírnám, csak nem amíg felmelegszem. Tehát, mint ha belennék zárva olyan. A hálózsák jellege. Ez lehet, hogy hálózsák egyébként. Nem szeretem a hálózsákot se. Nem szeretem. Ez hát igen, mondjuk. Ja, ilyen hands-free earphone. Az, hogy hands-free earphone. Várjál. Na, menjél vissza. Ez jó. Is valami fül. Ja, ez bedugod a izétbe. Ja, igen. Csak azt nem értem, hogy... Miért ilyen hosszú kell? Vagy hát ez a... ez, ja, csak ez így a berakod a füledbe. Füles. Ez, aha, ilyen, ennyi. Igen. Ennyi. Jó, hát ez nem érdemel túl sok. Szóval másnak néztem én is egyébként. Ó, ez mire haj az? Neked mi jut eszedbe erről a kis szarvasról? Szarvas? Hát erről. Erről a pólóról. Mire gondolsz? Erről. Nem, egy film, segítek, egy film. Film. Hát nem tudom. Nem? Kinek, nem volt, kinek volt ez a... Jó, nem tudom, hogy jól mondom el, javítsatok ki a tévedek, de kinek volt ez a patrónusa? Jaj, most... Patrónus bűbáj. Harry Potter? Ó, az ott volt ez, nem? Amikor izé... A sajátja volt, és akkor kiküldte ezt a izét, és ott volt a hát átérben, lehet, hogy nem? Arra haj az nem egyébként. Tudom, de egy világító szemű zenélő éneklő Darth Vader. Hú. Nagyon jó, nem? Tök jó. Kifejezetten gyerekek. Hát ez, nem tudom, ez micsoda. Ez valami szuper extra kulcs. Figyeld, ez betörő készlet, gyerekek. Vagy ez mi? Ja, nem. Várj, ez ilyen mi kulcstartó, ez? Nem? Hát a saját kulcsaidat ja, belerakhatod. Ja, csak hogyha sok van, akkor így... Aha, saját kulcsaidat belerakod, és akkor olyan, mint ha egy ha esetleg szép. Nagyon sok van, akkor könnyebben tudod tárolni. Mondjuk ez nem semmi. Ez durva. Nem ez mondjuk, lehet, hogy nem annyira rossz, hogyha sok aha, van. Így, tehát... és akkor nem hullanak, tehát csak kinyitod, ami kell. Igen, kérdés, igen. Hogy mennyire könnyen lehet mennyire kinyitni. Kényelmes, igen, az ajtót mint kinyitni a vele. Svájca bicskát. Ez mondjuk, igen. Ja, meg de... hogy mikor bedugod, mennyire... Igen. Hát minden esetre érdekes egy ötlet. Igen. Ja. Ez mi? Ezek a fejek. Gyurma. Még erre is kíváncsiak erre a vizes dologra, de ez mi? Jaj, ez ilyen stresszlabda, nem? Ja, lehet. Ez ilyen stresszlabda. Igen. Jó, hát stresszlabda. És ez a vizes dolog, ez a másik, ez meg... Ez csak... Jaj, ez ilyen izé, ez ilyen vízálló rádió. Ja, csak az ilyen a speaker, vízálló. Ilyen hangszor, ilyen vízálló hangszoros, tudsz, ilyen bluetoothos. Na, ez a póló, hogy tetszik? Ez kemény. Hú, ez azért dupla. Következő videóimat ilyenbe kéne csinálnom. Azt azért megnézni. Szőrös melkas új idő. Klasszikus, klasszikus. Aha. Klasszikus. Star Wars megint. Ez valami süti kinézetű memóriakártya szerintem. Szerintem nem. Igen. Kex. Kexformai SD kártya. Pixeles szemüveg. Nagyon jó. Igen. Na itt a végére meg egész gyorsan föl haladunk. Egy fél órásra tervezünk külön ezt a videót, srácok, ami nem sokára bekövetkezik, tehát még van egy, így van, egy még rövid van időnk. Egy-kettő. Azért megnézhetjük. Nézd, USB-s karkötő. Igen. Tehát karkötő, de USB-s. De USB lehet. Van benne. Szerintem ez USB. Igen. Az. Annak néz ki. Kis fogó, nagyon jó. Ó, támasz, nézd. Daráska, fenék, támasz. Ez, figyeld, billentyűzet tisztító... szivacs? Nem szivacs, nem. Jobb, gél, ilyen izé, ilyen ragacs, jó. Ilyen takony. Ja, és így rá tapad, na, ilyen, és utána ilyen, le kell... Ilyen nagyon szép kínai zacsiban árulják, úristen. És akkor így fogod, rányomod így a billre, így, és akkor összeszedi a cuccas, látod, így rátaknyálod. Azért azt megnézném, hogy a végén hogy szedi fel. Hát gondolom, felszedi, hozzátapod, de ezt hogy tisztítod? Tehát mikor már tele van dzsúvival... Tehát mi összeszedett minden dzsúvit, akkor utána kidobod, vagy hogy? Hát... Hogy tisztítod? Mert nem hiszem, nem tudom, hogy reagál a vízre. Szerintem ezt nem. Figyeld, benyomja a ventilátorból, figyeld. Micsoda tisztítás, figyeld. Rakd a ventilátorhoz, mert a ventilátorból látod, így a izékből kiveszi a port. Jó. Meg a Canon fényképezőgépedre nyom rá, mint az jó, állat. Jó, biztos rányomnám. Én az objektívre is így szemből átaragadott egy-két darab. Ez az én, ezt, hú, ilyet még nem láttam sose.
Ezt láttátok azt a videómat, amikor hologram vetítése a telefonnal. Jaj, ez mondjuk tök házilag jó. Megcsináltam. Házilag. De lehet venni, akinek van 5-6 dollárja, megveheti, és akkor így lehet hologramot. De ez amúgy szép, szerintem. Hát jó néz, ez igen. Jó pofa. Ide rakod a tetejét, nem kell beigazítani a telefont legalább, berakod. Ja, meg vannak különböző izék még, tehát ezeket leolvasod QR-ral, vagy valamivel gondolom, és akkor telefonon. De ez a házilag is simán egyébként. Igen. Meg lehet oldani. Igen. Nézzétek meg, keressétek meg. Van egy ilyen videó, hogy kirakom kisíbe nektek. Ez jó. Jó. Jó, ezek mik. Rubik kocka. Nézd, kis gravírozó cucc. Belegravírozhat bárhova bármit. Mm. Hát ez ki? Vagy mi? Aha. Ez mi az Isten? Ez persely. Persely. Hú, ez mondjuk, ez a design, ez azért nagyon... Hú, király. Igen. Na jó, köszönjük. Király első. Volt. Nagyon jó. Kicsit félelmetes. Na, szerintem a végére ezt berakom, ezt a kettőt, várj, ezt, meg ezt. Aha, ezt a kettőt berakjuk a végére. Az első, mondjál kérlek róla véleményt. Toilet, már látom. Szóval WC-zés közben golfozzunk? Aha. Hű. Tehát vécézés közben, ha már unod az újságot. Ha már unod az újságot, igen. De azért golfozó magazint néz, tehát tisztára tehát rajongó, tehát de egyértelműen. De amúgy ez csak... Aha, tehát ez kifejezetten vécézés. Igen. Ja, mert úgy van és a kialakítva. Kapsz hozzá, tehát van WC előtti kis, hát nem kilépő, mert az nem, de ilyen kis golfpálya, ütővel, golyó, és még egy kis ne zavarjál, éppen golfozok a budin táblácska. Ez, és szerinted akkor mennyi ideigben van benne az ipse? Hát, nagy dolgokat látszik, nagy dolgokat is így. Na ez az egyik, és a másik, amiről még kérlek mondjál véleményt, ez az utolsó, ez egy ilyen szappanadagoló. Adagoló. Or. És viszonylag nagy méretű, ahogyha megnézed. Igen, tényleg. Tehát egy nagy orra falon, és jön ilyen ki a kis... Ilyen ipari méretű, nem? És a zöld szappan ajánlatos hozzá, mert a rózsaszín az már nem lenne életű, tehát... Hát, ki tudja. Egyébként. Tehát ez ötlet, nem? De a zöld az igen. Még adnak hozzá gélt is, figyeld. De milyen méretes. Ja. De egy első ránézésre egyébként nem tudom, kitalálná meg, nem? Hogy vendéget fogadsz, és akkor hol a szappan. Azért megnéznélek téged, az hogy a, keresnéd ezt. Mi az a nagyon rott a falon? Tudod, ez mi? Igen. Meg hol nyom? Mi? Igen, és akkor rá is jönnék, hogy a szappan, hol nyomjam, vagy belenyúljak, vagy így... Amúgy hol kell nyomni? Hát ott, ahol nyomja az ipső. Ja, ott. Aha, ott. Vagy bárhol. Tehát ez a... Hát nem tudom. Tehát kifikázzuk az izét, vagy mi? Tehát azért ez extrém. Úristen, de komolyan ilyeneket. Nagyon durva. Na, srácok, ezt így a végére. Na, hát ez így a végére. Van még mit. Van volt. Még mit. Ilyenem van. Ilyenem. Miért? Ez a mágneses golyók, ez a kockeszrakos. Azzal lehet szenvedni. Uh-huh. Az van. Akarjátok, szenvedek vele. Na, tehát ez volt a... Meg ilyenünk is van. Ez a kazetta. Jaj, a kocsiban. Kocsiban van, mert kocsiban még kazettás. Igen, de az bedugod a kazettás izébe, és bármit MP3-at rákötsz, vagy valami. Ez mondjuk hasznos. Ez jó, igen. Na hát, srácok, hát így ezt a fikalikát így. Aki ezzel szeretné, búcsúzunk. Aki szeretné, 7 dollárért vehet egy ilyen fikamikát, or adagoló dolgot. Igen, ez volt így a végén. Hát, hogyha tetszett nektek ez a kis közös ilyen nézelődős videó, ami egy kicsit nem megszokott böngész, de meg így ketten vagyunk, ami szerintem tök poén. Ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Like. Aki még nem tette meg, iratkozom fel a csatornára, és legközelebb, hát, hogyha akarjátok, akkor csinálhatok még ilyet. Sőt, nyugodtan kommentben, akár weblap linkeket is küldhettek, hogy mit nézzünk meg, akár így közösen is, mert az szerintem poén. Tehát küldjetek linket, lájkoljatok, iratkozzatok fel, legközelebb találkozunk. Sziasztok!